Ez nincsen szerintem meg nekünk. Gabi, azt kell, hogy ezeket a dobozokat fölrakom ide, itt nem zavar. Képileg sem zavarjul, nem, ugye? Jó. Most leállhatszom eddig ezeket a befűzéseket. Na, de én mentem a filmmel. Igen. És így maradt ez nálam. Egyébként a Táncszövetség magánál tartotta. Tehát akkor ez hol lehetett ez a dolog? Na, az volt állítva, hogy Szent... Ezek Szent Istvánért. Szent István. Ez nincs meg nekünk a múzeumban, szerintem. És mindig az volt a koncepciót, hogy olyan vágóképe, hogy az égről indultottál, és utána ezt fönt álltál valahol? Vagy ez hogy ment? Hát csináltam létre, mindenütt akadt. És ha volt két létre, akkor összekötöttem felül, és egy ilyen A betű formán felmásztam. Uh-huh. És ilyenkor ők zenére táncoltak, vagy ez... A zenére. És ki játszott, vagy ki volt a zenekar? A helybeli cigányok a legtöbbször. Uh-huh. És ez milyen képsebességgel ment ez a kamera? Ez vagy 24, vagy 16-os. Aha, azt hiszem, hogy... szerint, hogy mennyi volt a film. Uh-huh. Azt hiszem, hogy 16-ossal átkapcsol 16-osra, mert ez itten nem lesz jó. Mindjárt megnézzük a sebességet, hogy 16-os most. És itt a filmgyár sokszor soron kívül kellett nekik előhívni, másolatot csinálni. Mert ezek rettentő nagy urak voltak. Most azt hiszem, egy picit megállunk majd, de a kamerával nem, mert kifutott a film, vagyis elszakadt, de majd mindjárt összeragasztom. A kamerával is megállhatsz tulajdonképpen most, egy pillanatra. Molnár Istvánnal ilyen körúton voltunk, és ott ki volt rendelve a népség táncolni egy udvarpályára. Ott havas eső esett, és már később volt, mint most, november vége, vagy december eleje, és sötét volt. És hát mondtam, hát hol a világítás? És másodszor ebben a lucskos talajon hogy fognak táncolni az emberek? Azok mondták, hogy hát nem lehet táncolni itt. Uh-huh. De és ott egy nagy tömeget akart az ottani elvtárs. És mondtam neki, képtelenség filmezni sötétbe. Erre azt mondja nekem, hogy így. Ne pofáz, azt hiszed, én nem járok moziba. Én láttam ott, hogy hát a hódvilágnál is filmeznek. Most magyarázzam ennek az ökörnek, hogy az hogy készül. Igen. Hát akkor megyünk itt visszafele tovább, mert úgy van összeragasztva a tekercs, tehát ez most egy tánc jelenet megint, de ez ugyanúgy Mezőkövesdje, ahogy a viseletből látom, tehát Mezőkövesd környék, lehet Szent Istvánja akkor? Szent István. De hát ahogy azt látom, ez hétköznapi viseletben van, tehát nincs beöltöztetve. Nincs, de ezek motivumgyűjtések. Az üveges táncot próbálja például. És ilyenkor vége van a tekercsnek, ugye kifutott a tekercs. De hogy láttam, ezek ilyen kivágások, mert ilyen darabokban van, tehát ezt össze kell ragasztanom. Megint egy kicsit megállhatunk majd a kamerával. Hangot vette, meg vette meg a képet? Felvette a hangot. Hát ott nem volt, hát a szentséggelt ott is. Hogy hát nem lehetett, hogy sötétbe akarnak ezek. Filmezni. Ide rakom akkor. De hát okosabb akart lenni az illető. Tehát ezek ilyen kis darabokból van összeragasztva, vagy látom, de itt most megint látjuk, hogy a... Ezek, megvágtam én egybe, és ezek fölösleg ezeket kiszedtem belőle. A film végeket, meg egyebeket. És hogy a folyamatban ment, ilyen százszurkodalom is volt benne. És a valóságos lakodalmasok a mennyasszonynél elmentek, ezek a karszalagosak, és akkor azok jöttek zenével, és ment eléje a férfi, tehát a vőlegényes csoport, és akkor ott összetalálkoztak.
Azban nem tudom, hogy van-e itt olyan, amikor a két rész találkozik. De legalább 100 méterrel kellett mennem a hátra. Tehát ez mindig úgy volt, hogy egymagad voltál, és mindig tudtad, hogy mi fog következni. Mert például ez az alsó gépállás, ezt lehasaltál a földre, és úgy vetted? Hogy egy árokba beleálltál? Ezeket én gyerekkoromtól ismertem, mert ezek summásnak jártak oda, a örvényszögbe, ahol én nevelkedtem és születtem. És ott ilyen cuhárékat csináltak tamburára. Tehát ezeket mind ismertem. Aztán meg Gyöngyös-Bokrétába, a gönnyeivel ezeket ellenőriztük. Filmre nem volt pénzünk és anyag. De hogy hitelese, mert ezek szerettek minél tovább. Hát képzeld el, hogy naponta 5 pengőt kaptak. Akkor, amikor 7 pengő volt, egy más a búza. És 5 pengő, akkor még pengő volt 49-ben? Nem, ez a Gyöngyös-Bokrétás korszakban, igen. Tehát akkor mi ezeket mind láttuk, hogy hogy van, és hogy meg. És itt mi történik? Főzik a lakodalmi étket, vacsorát. Tehát akkor tulajdonképpen ez nem csak a filmezés kedvéért volt, hanem ez a valóságban is megtört. A valóságos lakodalomnak a része ez. A valóságos lakodalomtól húzták a Szent Pál orgáik az orrukat. Hogy ez dögunalmas, mondták. Igen, pedig hát... Úgyhogy ezen a cseh kis vágóasztalon volt ragasztó lehetőség. Igen. És akkor ecsettel kentük fel a ragasztót. De le kellett kaparni a emulziót. És akkor azt mondja, az ujját megnyaltam, végighúztam rajta, és akkor rámentem is a Bicska hegye, vagy pedig a Zsillettpengével levettem. És volt ilyen kézi nagyítóm, amivel néztem. Nézegette. Itt az asztalban is van egy ilyen nagyító, csak ez már be van ide építve, látod, ilyen lehetett itt nézni. Hát ez az ős primitív volt ez az egész dolog. És na, megint elszakadtunk egy pillanatra, de azt hiszem azért, mert vége van a te óta a film. Hát igen, ez... Az mindig valóságban is így volt. Tehát ez így ugyanígy volt, tehát nem a film kedvéért, ezt így főztek valóban az embereknek. Ez valóban. Még a kutya is ott van, a főszereplő. Na, itt látom, itt van egy negatív részlet is, tehát itt van egy pici negatív az egyik filmből, látod? Itt van egy darabka, mint hogyha lehet, hogy ez a befutónak használtad valamelyik filmnek a kis negatív részlete, milyen érdekes. És itt a kutya is, hát micsoda főszereplő van itt. Jó, akkor ezt is megnéztük, akkor hát ez körülbelül, ez egy olyan 100 méteres tekercsőn a Gabi, ez a Szent Istváni lakodalom, 100 méter, és ehhez írd oda, hogy ehhez volt egy föld, és majd ezt utána áttekerjük a filmorsóra, csak leveszem a film. Hol a filmorsója? Itt van. Ide ráteszem, és majd ezt megcsináljuk szépen, akkor Gábornak odaadom, tehát erre tegyél rá valami számot, és ezt beleted a papírt, igen. Akkor megnézzük ezt a... Ez Ókécske 47, ez más. Na, ezt gondolom, hogy ebbe lehet a... Aha. A... nem tudom, Vadász Miklós, vagy nem tudom, hogy... azt táncolta. Ókécskei táncok, igen, ez van ráírva. És ezt táncolta Móricz Zsigmondnak. Ami a lovát ugratja, igen. Rózsa Sándor. 1947, 10. hó, pozitív, és az a ráírva, hogy az intézetnél marad. Ez mit jelent? Hogy ott kellett hagyni, vagy? Nem, azt, hogy az intézetnél marad, ezt, hogy csináljanak róla kópiát? Kópiát, hogy nekünk maradjon. Értem. Na, akkor megnézem ezt a... Fölfűzzük, de ennek nincsen vége. Most Gabi, egy pillanatra kellene egy, volt itt egy olyan befutószalag sárga valahol. Itt oldalra tettük, itt aztán a pulóverem alatt van, itt volt az asztal alatt, add ide. Ráragasztom. Amikor a Kállai kettős zenét csináltak odáig,
sehogy sem ment neki az ütemezés. És akkor mi egy gyöngyös bokrétán könnyei vette fel a Kállai kettőst. Én vittem ki őket a Városi Színházból, a Múzeum udvarára. Uh-huh. És ott vettük fel. És akkor elvittem Kodálynak ezt az egy úgynevezett fordítós film volt, amik nem volt negatív. Igen. Aztán mi csináltunk belőle dub negatívot, mert a Györfi Gyurka ment egy körútra Svédországba. Bocsánat. És neki állítottunk össze táncmotívumokat, és beleesett ez is. A svédek oda voltak, itt látták nálunk, uh-huh. És akkor azt mondták, hogy ez egy nem tudom milyen aszír, még nem tudom milyen ábrázolás, de tulajdonképpen megvan. Tehát ez még a sumér korszak, így megy ez a dolog vissza. A kamerád? A Ortutai ném mentett meg a Táncszövetség. Aha. Mert ha elveszik a kamerát, a filmesekkel nem tudtak mire menni. Uh-huh. Azok nem tudták összeszedni a népet se, meg nem tudták, hogy mit csináljanak a paraszttal. Aha, Gyula, indulj el most onnan, hogy a képernyőről induljunk el a címről, és akkor beállunk, utána nyissál majd ki. Jó? Tehát akkor mehet szépen, de úgyhogy inkább tágabbra fényképezz, jó? Igen? Oké. Okay. Jó, de most te a képernyőből látod, magát azért nem látod az optikát. De. Ja, jóban, hülye vagyok, rendben van. Bocsánat. Akkor indulhatunk. Tehát 1947. október. Már ekkor ilyen komoly hatalomátvétel volt, hogy a kommunisták vezették az országot 47-ben? Hogy neked félned kell, hogy volt kamerád? Ez az én felvételem. Tudom, csak hogy... A feliratokat a filmgyár csinálta még. Nekem le kellett gépelni, és akkor ők csinálták a feliratokat. De hogy látom, ez egy hétköznapi viseletben vannak, tehát egy akkori utcai viselet, tehát nem népviseletbe öltöztek. Na, ez egy család volt, és ezek táncolták, a Móricz ott volt vendégségben állunk, lakott. És ez az egész táncot onnan írta le Móricz, hogy megy a lépés, mindig. És akkor, hogy pontos legyen, akkor szereztek egy táncot értő embert ott a Szegeden, és annak kellett ez. Azután hát mindenféle suskusokat csináltunk akkor. És itt volt valami zene, amikor ezt táncolták? Tehát valaki zenélt nekik, vagy csak énekelt? Meg a feszületet megkerül. Ez ott van Boldog határában? Ez ott van a kis kápolna. A falu meg ott van a háttérben. Az évszámokat te mindig ráírtad a dobozra? Vagy honnan lehetett tudni, hogy pontosan mikor van? Azt ott mindig ráírtad a dobozokra? Vagy? Ezekre a dobozokra írtam rá vele a zsír. Ceruzával. Igen, mert nagyon hasonló felvételek vannak a Magyar Filmarchívumnak a birtokában, de ezek más kompozíciók, tehát ezen nagyon szépen. Itt a fejviselet, a viselet, hogy változott az időseknél, fiataloknál. Uh-huh. Nagyon szépen be van kötve a fejük, ahogy itt látom. És a kisbabáktól kezdve mindenki. Az egész falu. Nagyon szépen látszik a fejviseletük. És kézi munkák azok. Igen. A fejköték. Ez a szoknya, ez a speciális szoknyájuk, bocsánat. Ezt ők külön berakták.
nedvesen, és úgy szárították meg. Hát meg nem tudom hány szél, ahogy ők mondták. És szép szalagok voltak. A pap is itt volt, emlékszem, a papok rendszerint idegesek lettek, hogyha filmeztük őket. De hát ezt akkor most önszorgalomból, tehát magadnak csináltad, nem ezt a felvételt? Vagy ezt, mert ez nem táncfilm, ahogy látjuk. Ez nem. Ez viselet. De tánc is volt benne. És az nem lehetséges, hogy ugyanekkor, mikor ezeket a felvételeket te csináltad, a film... tálatát is. Ezt ott mindig a Törökországban voltam, akkor mutatták. És ennek az én felvételeimnek a segítségével csinálták. Egy baskír fiú tanult nálam Erdélybe, Ural Bikulnak hívják, és a Topkapi Szerálynak lett a néprajzi szakértője. A régészeknél pedig László Gyulánál volt egy Café Dzsoglu nevezetű ilyen emigránster, baskír. És akkor ezek ott látták itt mi nálunk, hogy ilyen dolgok vannak, és akkor a törökök felvették, ők általában a lovas, a harcmodornál a kard dolgokat, és a tornát hozzá. Ez helyileg hol vetted fel? Egy udvaron? Iskola udvaron? Vagy hol volt ez? Ez egy iskola udvar, magyar családon. És hát tudták, hogy tehát nem zavarta téged a munkába, hogy tudd, hogy milyen hosszan veszed, vagy hogy volt ez pontosan, hogy ráfért mindig a megfelelő tánc, vagy tudtad, hogy milyen hosszút megy a kamera? Tehát ők táncoltak addig, amíg én már szóltam nekik, hogy állj, most pihenj. Itt, mint a látszana az ujjad a szélén, látod, az optika mellett, hogy fogod a kamerát, ott van az ujjad, szerintem. Nem lehet? Lehet. Ott egy picit a szélén. Na, nézzük akkor. Még állványom, a Bólex eredeti állványt orosz hősök vették magukhoz. A géppisztolyt rá lehetett állítani. Tehát aztán zabrálták. A bajonettel nyitották ki, képzeld el a gépet. De azt én építettem újra. És egy kis festetics palotában volt a Teleki intézet, oda menekültünk Erdélyből. És akkor ott volt egy első világháború, sérült a portás. És annak mondtam, hogy minden ilyen dolgot, ami van, ott volt egy hordóba, olyan hígolaj. Akkor valami vederbe, vagy ha nincs más, akkor dobja bele. És akkor egy vederbe találtam meg a szétveszegetett Bólexet. És aztán úgy kellett kimosni, szerencsére nem ment tönkre az optika. És akkor úgy kalapácsolgattam meg, szerencsére az alumíniumból volt. Uh-huh. És aztán ezeket azzal a géppel fotografált. És most, amikor az egyetemről áttettek a Néptudományi Intézethez bennünket, akkor hátra maradt, meg amikor nyugdíjaztak. És akkor meg volt még a Gönyeinek az amerikai nőtőbet, Keystone gépe 16 mm-es, az is rugós, és a Bólex, a három optikával. És aztán, hogy ezek megmaradtak-e ott a laborban, vagy hova lett, nem tudom. Na hát itt vége is van ennek a tekercsnek. Nyokon van annak koreográfia, és Keszi Kovács László, és a címe mi lesz, majd mindjárt kiderül. Tánc a búcsúban. Szil 1948. Hát a
a dús emlékszem egyik táncnak. Ez gyöngyös bokrétás legények voltak ezek? Ezek az. És 48-ban még volt gyöngyös bokréta? Hát meg volt mindent, ezek azelőtt bokrétában eredeti táncoltak. Éppen azért voltam én is kirendelt gyöngyös bokréta hitelesítőnek, hogy a tanítók a kisujjunkból szoptak, mert akkor el lehetett jönni egy hétre vagy 10 napra, és akkor a tanító az nem 5 pengőt, hanem hiszem 10-et kapott naponta, még szállást. És akkor kitaláltak mindenfajta ilyen népszokást, és annyi volt már gyöngyös bokréta, hogy nem fér bele a bemutatóba, akkor vidéken is rendezték. Ilyen sokan voltak a búcsúba? Az a búcsúba sokan, és jöttek megnézni. Hát ezek mind csoda volt, ugye a régi gyöngyös bokrétában. Én oda ment és azt mondta, ahogy a gyöngyös bokrétában volt, öltözzenek be. De mit szól a párt? Akkor én még azt mondtam, hogy a párt most én vagyok, értsék meg. De hát maga nem elvtárs, nincsenek itt az elvtársak. Mondom, azt már telefonálták Pestről, hogy ne zavarják a dolgot, mert azt mondta, hogy nem megyek és nem filmezek. Hogyha oda kijön egy falka kommunista, akkor ezek lenyelnek egy nyársat, és megette a fene. Én hazugságot nem vagyok hajlandó filmezni. Menjen ki, aki akar, és filmezze. De ezek dokumentumfelvételek, látszik, hogy nincs megrendezve, hanem a spontán történéseket vetted föl. Ezt így. Ez a dús, amikor így hátrafelé mennek. Hát ilyen tánc egész Európában nincs. Elverik a karét. Itt van. A csizma szárom meg egyebeke. Ez a neve, gyöngyös bokrétában is így van. Körhinta, ott a háttérben. Ez a búcsúban, tudnék, és akkor a búcsúban ez ördög köszöri, vagy ördög malom, az ott volt. De is amelyik az árusok is megjelentek. És ilyen tömeg volt a búcsúban annak idején? Tehát akkor a búcsú volt az egyik legnagyobb társadalmi esemény. Ez egy társadalmi esemény. Tehát lehetett búcsú azért, hogy a kommunizmus kezdődött? Hát ilyenkor nem volt jelen a párt. És akkor többről többre először ott áldogáltak a nép. Aztán beálltak és csináltak, látták, ebből nem lesz baj. És aztán terjedt a híre, hogyha én voltam a gyalogfilmes, mert a nagy híradósok azok nagy ilyen apparátusra mentek. És akkor azt mondták, hogy akkor ha az a gyalogfilmes jön, akkor nem kell félni, akkor csinálj. Gabi, állj meg! Írd fel azt, hogy én voltam a gyalogfilmes, ez lesz a filmnek a címe. Most egy kicsit visszamegyünk itt, mert meg akarom mutatni, hogy itt direkt úgy fényképezted ezt a részt, hogy itt a kép aljában itt van a víz. Igen. Hát ez... Tehát itt a művészi kompozíciók is voltak, ahogy láttam, hogy tükröződött a vízben a táncosok. Tehát direkt úgy komponáltál. Hát amit lehetett. És nagyon sokszor, ha úgy kívánta a dolog, akkor felmásztam a fára, vagy a háztetőre létre, onnan filmeztem, vagy lehasaltam, és mondtam, hogy lépjenek keresztül rajtam. Hogy a lépéseket, meg a mezőkövesdieknek a ruha mozgását, a lábukat. Hát ez a kedvenc, hát ezért már megérte, mert ha nézd meg ezt a körhintát. Ezt keresem, ezt a körhintát már 100 éve mindenütt, hogy ilyen körhinta, hogy gyerekek hajtják. Igen, ott... Nézd meg! Fantasztikus. Fantasztikus. Ott mennek. És aztán ezeknek váltották egymást, és kaptak. Itt meg ilyen nyerészkedés is volt. Egy ilyen repülő
és járattak is. Ha valaki eltalálta, akkor egy valamit nyert, ott feltűnt egy pillanat. És azt, hogy gyerekek hajtották fönn a körhintát, ez azok utána fölülhettek? Vagy hogy volt ez a... Az volt, hogy ők hajtottak, nem tudom, bizonyos számot, 10 kört hajtottak, és akkor annak a feléigre ők is felültek. Uh-huh. Tehát általában 4-en vagy 6-an hajtották ott fent. Te, és a zene ottan a körhintán, milyen zene volt a körhinta mellett? Egy ilyen gramofon. Itt tárogatósokat láttam, meg trombitát, meg kürtös, nézd meg! Ott, itt a körhinta alatt, ott tárogatózik meg trombita, egy kürtől vagy, és nem tudom is pontosan milyen. Az is valamilyen, mert itt ezek a zene tulajdonképpen az ivókat szolgálta ki. Aha. És azok ott voltak a körhinta közelében. Aha. Most itt a következő ízében egy népszokást látunk, hogy egy rúdra fölhúzva perec. A perec. Ebben sok ilyen obszén dolog is volt, hogy a leányok meg a menyecskék adták a rúdra, tehát melyik vegény csoport mennyit kapott. Tehát annyi nője van tulajdonképpen, akik lefeküdnének velük, ez volt. És aztán így táncolnak. Ez már az új viselet, új módi. Itt van a, ezt a perec készítésemtől megvan-e, mert azt is felvett egy kalapáccsal a tésztát, nem tudom hányszor. Csömör akkor mondd el ezt, hogy? De most én terve vettem, és ott utaidét beszerveztem, hogy a Pest környéki telepített falvak szokásait, táncait, viseletét filmre vegyük. Ezt megcsináltam az ecseri lakodalmast, és akkor ez világsiker lett. És ezen buzdulva megengedték, hogy csináljuk a csömörieket, moglódiakat, aztán a Svábfalut, ezt a itt, na, ez a Szekkovácsot, itt Solymár. Budakeszi, Budaje, vagy merre? Budakeszi, Budajenőt. Itten körül már elkezdtük a krumplit csinálni. Ezek nem a te gyerekeid itten? De ezek az. Hát ezt én nekem kell, hogy megismerj. Ezek a te lányod meg a fiad. Igen. Itt vannak. És ez hol volt helyileg? Helyileg kint a Százados úton. Ott van a Beszkárpálya meg a... Tehát 55-ben van is a... Imola 50-ben született, 52-ben pedig a Laci. És ez a Beszkát pályának a kerítése, és itt a várokban játszottak. De ez a filmnek a végén volt. Hát ez az elején van, vagy a közepén. Hát miket találunk mi itt, milyen érdekes dolgokat? És ilyenkor mondtad nekik, hogy menjenek, vagy a kamera előtt sétáljanak, vagy hogy vetted ezt föl, mert... De ők ott kerestek egy játszó helyet. Ez maradék film volt a gépbe, és ott arra vettem fel. Körülbelül ennyi. Uh-huh. Na és akkor jön tovább a lakodalom. A csömöri lakodalom. Akkor igen. Lehet, hogy nem olyan sorrendben van össze. Ez viszik a hozományt, ugye? Vagy ez micsoda? Igen, ez pontosan? A mennyasszony ruháit. Tehát akkor itt most látunk egy újabb tekercset. Ez mi? Ez miért tartottad fontosnak ennek a csömöri lakodalomnak a megörökítését? A kézi munkák. Ez egy úgynevezett spórolt filmre megy. Az öcsémnek a felesége, Anikó, az az iparművészeten viselet és kézimunka szakon végzett. És akkor neki is jól jött ez vizsga
anyagnak. Itt, ahogy rakják rá a szoknyákat. Itt az operatőr a lámpával, vagy a segédet. Ki segített akkor filmezni? Ott fogtam valaki tanítót, vagy valakit. De azért sütött is benne az ablakon, látom. Egy kis nap is volt, meg lámpa is. Mert azt próbáltam, hogy tükörrel bevetíteni fényt. De hát az megint nem volt elég ügyes. Az Anikó segített volna a tükrökkel. Tehát amit megspóroltam. A 124 vagy 5 tekercs volt, 30-ös, ami összegyűjt a különböző helyeket. Ez is ilyen derítéssel van. A fehér papírra vetítettük a tükörrel napfényt, és az a fehér papír derítette az arcot. Ez valóságos lakodalom. És egyáltalán az a lámpát honnan volt? A lámpa egyszer levágta azért a biztosítékot, mert 200-at nem bírt el. És akkor ez 1955-ben volt, azt mondod, vagy mikor volt ez pontosan? 55. Már 55-ben akkor a Ortutai megbukott, és a Néptudományi Intézetet tulajdonképpen megszüntették 49-ben. Tehát én, mint Mohamed koporsója, lógtam a levegőbe, és a így megspórolt filmeket, meg egyebeket igyekeztem felhasználni. Tehát ez is ilyen spórolt film. És ismerőseim voltak a filmgyárba. Tehát azok ingyen nekem előhívták, másolták. És aztán csináltak maguknak is belőle felvételeket. És aztán ennek az én filmjeimnek a nyomán mentek ki a terepre, aztán nagy apparátussal, hogy csináljanak híradókat. Általában mindegy, kihúzták magukat, és akkor én meg nem csináltam. Akkor húztam fel a gépet, és az alatt tökbe, mint aki nyársat nyert. Megjátszottam velük, hogy most mindenki nézzen a gépbe. És akkor nem ment a gép. Csak én néztem ott őket, tehát nem értenek hozzá, úgyse becsaptam. És akkor, most befejeztem, itt most én manipulálom, hogy csinálják a dolgot. És majd szólok megint, amikor bele kell mindenkinek nézni. Tehát ezekhez aztán nem tudtam a filmet megvágni se, mert nem volt rá lehetőség, és akkor egyszerűen az intézet, ez a néptudományt megszüntették, és utána pedig jött az 56, és akkor meg végleg mindennek vége lett, és ez így maradt. Mert az Ecsert kivittem vissza hozzá, és levetítettem nekik. Uh-huh. És milyen hatása volt veszélylakodalmas? Hát rettentő. Érdekes volt, hogy nem ismerték fel magukat. Mert nem látta, tükörben nem látja úgy magát az ember, mint ahogy ott van. Akkor lehet, hogy a ruha verseny dobozban... Abban van a másik film. A másik film. Ami hozzád, légy szíves? Akkor erre rá kell. Úgyhogy akkor ott látszik, a ruhaverseny anyag az sok volt, és az maradt az üres doboz, és itt ezek a komáim voltak, akik a gyárba hamukáltak. És ez mi volt ez a dolog? Ez a lyukszalagot csináltak a ruhaverseny címen. Le kellett ütni a betűket, és akkor nekik volt egy ilyen kód, hogy ha ezzel gépen valaki valamilyen szöveget, az legyen ugyanúgy a filmek, még az állóképeket is ellenőrizték.
tehát amit leadtál, azt ellenőrizte az ávó, mikor elkészült. Hogyha olyan volt, hogy gyanús volt a felvétel, akkor elkobozták, esetleg perbe fogták az illető ipsét. Most a filmgyárba, ha beadtunk nyersanyagot, akkor ugye nem lehet hozzá piszkálni, mert a fényt kap. Uh-huh. Egyszer így tötték tönkre az egyik táncfilmünket is. Uh-huh. Hogy a hiába beszéltünk a hülyéknek, a filmgyár is, hogy nem lehet megnézni, hát értsék meg, tönkre megy, a fényt kap. Ez az exponált anyag. Hát ő meg akarja nézni, hogy ne pofázzunk bele. Hát azt tönkre is ment, mehettünk újra csinálni. De nézd csak akkor, ez most úgy látom, hogy ez a film, ez a csömöri lakodalomnak, vagy a mennyasszony öltöztetésnek az